Meglehetősen sűrű a Fátum Nyíregyháza januári programja, szerdán már az ötödik idei mérkőzését játsz a Hollósi László együttese. A vasas elleni győzelem és vereség, valamint a Jászberény elleni magyar kupa és bajnoki siker után a nemzetközi porondon is megmutatja magát az új évben a csapat. A nyíregyháziak vezetőjegyzője elmondta, a sorozat terhelés miatt lesznek, akik a korábbinál több játék lehetőséget kapnak majd a mérkőzésen. Az utóbbi mérkőzések egész jól sikerültek, főleg a legutóbbi hétvége, hétvégén a Jászberény ellen. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy begyűjtöttük a három pontot, ami a legfontosabb volt, de tényleg már szépen és demonstratívan is játszottunk. Mivel hogy nagyon sűrű a programunk, ezért úgy gondolom, hogy rotálni kell a csapatot. Kisebb sérülések is vannak, ezt nem akarjuk veszélyeztetni, úgyhogy ha lehet mondani, akkor lesz olyan játékos a keretben, aki eddig egy kicsit kevesebb lehetőséget kapott. De hát azért próbáltuk úgy építeni, és lehet látni, hogy például ugye most a Ralica Vaszieva is nagyon szépen beszállt a Jászberény ellen, úgyhogy én remélem, hogy azok a játékosok, akik játék lehetőséget kapnak, majd tudnak élni vele. A nyíregyháziak felkészültek ellenfelükből, és egyáltalán nem számítanak könnyű mérkőzésre. Óva intenék mindenkit, hogy, hogy leírja a zágrábot. Ugye nincsen légiósuk, de van két horvát válogatott játékosuk, illetve hát ezeket a fiatal horvát játékosokat nemzetközi szintre tenírozzák. Úgyhogy egy fiatal, nagyon motivált csapat és egy nagyon magas csapat, úgyhogy mindenképp nagyon fontos lesz, hogy stabilan és precízen játszunk, hogy meg tudjuk bontani ezt a nagy horvát falat. A Fátum Nyíregyháza Mladoz Zágráb Cefkupa 8 döntő szerdán 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.